tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném önöknek bemutatni ezt a lelkes kis csapatot. A nevük Csillagvirág, és bevezetőül egy szép verset fogunk önöknek elénekelni. Gyurcsó István, ez a föld, ez a fal. Elődöntőinek az abszolút mai győzteseit hallhatták, a Csillagvirágot, úgyhogy úgy gondolom, hogy ki jár nekik még egy meghallgatást. Valamint Veskői Károly versét Lichtmanegger Lívia adta elő, és ezek a tehetségek a mai este folyamán még megcsillogtatja a tehetségüket. Elnézést, hogyha valakinek háttal állok, de egyszerűen annyian vagyunk most a Három Rózsa Károly házban, mint még soha eddig, és ez egy hatalmas érzés ezt látni és érezni, hogy ennyi mindenkit érdekel ez a mai rendezvény. Ugyanis napra pontosan majdnem egy évvel ezelőtt, pontosabban 28-án lenne a pontos dátum, de majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt kezdtük el a Rimaszombati Kávéház történetét írni, és hát a hűséges közönség nélkül
és lelkes támogatóink és önzetlen támogatóink nélkül egyik rendezvény sem jöhetett volna létre, és reméljük sokáig töretlenül fognak működni a rendezvényeink. Én is nagy köszönettel tartozunk mindezért, amit elértünk Vaskölyi Károlynak és a Három Rózsa Kávéháznak, amely befogadta a rendezvényünket. Továbbá idősebb Hangácsi Istvánnak és Vörös Elődnek, akik állandóan vágják és készítik a videókat, hogy minél többen láthassák ezeket az alkalmakat, valamint a Gömöri Lapnak, amely rendszeres médiafelületet biztosít az eseményünknek, illetve a Gál Graphic Stúdiónak, amelyik a plakátjaink a szponzorája. Az eltelt egy év azt mutatja, hogy Rimaszombatban van igény az ilyen típusú rendezvényre, van igény a Rimaszombati Kávéházra, amely tiszteli a történelmi elődjeit, a Tompa Mihály Klubot és a Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház eredményeit. Egy kicsit leporoltuk az emlékeiket, és fiatalosabb lendülettel hozzuk azokat vissza. És hisszük és tapasztaljuk azt, hogy a rendszeresség, az, hogy minden hónapban van egy magyar rendezvény ebben a városban, meghozza a gyümölcsét, és ezt látjuk a mai nap során is. És hisszük azt, hogy rengeteg tehetség van ebben a régióban, akiket nem ismerünk, pedig jó lenne megismerni őket, nem tudunk róluk sok mindent, pedig jó lenne róluk minél több mindent tudni. Mert ez a régió tele van tehetségekkel és kincsekkel. A mai nap ünnep, és nem csak a Rimaszombati Kávéház első évfordulójának az ünnepe, hanem a könyv ünnepe is, ugyanis március a könyv hónapja. És erre rákapcsolódva nem meglepő módon a mai estét az irodalomnak szenteljük. Vendégeink, akik itt ülnek, mind-mind valamilyen mértékben, nagyobb mértékben kötődnek Rimaszombathoz, és kiemelkedőek versben vagy prózában. Vannak, akik már úgymond idézőjelben befutottak, mások pedig még csak a szárnyaikat bontogatják. Vendégünk név szerint Szászi Zoltán, aki Törnöjön született, de Rimaszombathoz szorosan kapcsolódik író és költő. Buzsák Klaudia költő és képzőművész, a Tompa Mihály Református Gimnázium volt diákja. Valamint Galin Barbara, aki szintén a Tompa Mihály Református Gimnázium diákja, és fiatal kora ellenére már egy díjnyertes regénnyel büszkélkedhet. Hogy nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk titeket köreinkben, és azt gondolom, hogy el is kezdhetjük a mai beszélgetést. Hát én most remélem nem voltok megilletődve, ennyi ember láttál. Szerintem azért ez a kis ujatokban van, hogy ilyen közönség előtt kell beszélni. Első kérdésem talán az lenne, hogy hogyan kerültetek kapcsolatba a versírással, a regényírással? Mert gondolom azért nem mentetek ki a kertbe, és szakítottátok le éppen a frissen termő, vagy élet gyümölcsöt, ami ott található volt. Zoli, mint veterán, kezdenéd? Veteránok, ki az első bevetés, mi ma elhullhatunk rögtön az első vonalba. Hogyan ismerkedik meg az ember az irodalomban? Kérdezik tőlem, íróolvasó, találkozom is. Az íróbocsi mikor kezdett el írni? Ha mondom, 6 éves koromban karolcsontoljam. Addig meg kellett tanulni. Hát lényegében azóta írok. Úgyhogy, de tényleg így van, lényegében azóta írok. Addig csak, egy ideig csak marsoltam, aztán így jutom, rájöttem, hogy kevésen marsolos. Úgy kb. 13-14 éves koromtól kezdtem el foglalkozni komolyabban a dologgal. Hát ez ma jó régen volt, ezt ne szomoljuk, hogyha annyi éve. Ez ma tényleg veteran korszak. Mindig is szerettem a betűvel. Igazából, hogy egy ilyen nyezüge, szemüveges, ilyen visszahúzódó kisrác voltam. De most az ilyet nem veszik be a foci csapatba. Az ilyennek nem köszönnek a csajok, ami az Isten csinál, azt neki jussz olvasni. Marad valami, ami a tied. És aztán apám is egy kicsit ilyen könyvbolond volt, magyar könyvbarátok körének lelkes tagja, x millió halméter könyvünk volt otthon, tehát nagyobb értéke volt a könyvnek, mint bármi másnak. Akkor hát persze, mindig azt szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy az ember hogy szocializálódik, az, hogy a fejedre egy rozsdás bili esik, vagy
Dante válogatott művei, akkor azért valamilyen nyomot hagy minden kettő. Rásett a fejedre a Dante válogatott műve? Az nem volt, még érdekes módon, de Dylan Thomason szocializálódtam egészen fiatalon 1976-ban, amíg azt mondom, hogy ez nem is olyan egyszerű dolog Dylan Thomason szocializálódni. Egy 12 éves gyereknek ugyan elmegy az agyat olyan szövegektől, de nagyon szerettem is végül is, hát az esett a fejembe tényleg azóta, starter. Hát akkor jó, hogy a fejedre esett. Claudia? Én is akkor tanultam megírni, amikor megtanultam írni. Akkor kezdtem írni. Hogy irodalmat mióta írok, azt hiszem egészen kicsi korom óta. A múltkor megtaláltam az Autonomous fiókomba, húgom elrejtett egy ilyen kis cetlit, amit még nagyon kicsi koromban írtam egy nagyon-nagyon rossz verset. És elfejtettem, és elolvastam, tényleg nagyon rossz volt. Aztán, igen, vers. Rímelt. Többet rímel, mint az utolsó szóltak, vagy az egész szó? Az utolsó szóltak, persze. Jobban rímel, mint a mostani verseim. Ezek szabad versek. Aztán később ugye a fiatal írók körén keresztül kerültem kapcsolatba az irodalommal. Ott találtam rá a mostani nagy barátaimra is. A baráti köröm mostanra már ez az irodalmi kör is talán egyben, vagy fedi így egymást, a régi baráti köröm, meg ez az irodalmi csapat. Valami ilyesmi. Barbie, tiéd a szó. Először is üdvözölni szeretnék mindenkit is, megköszönni, hogy eljöttek. Én is kb. Ilyen 13-14 éves koromban vagy, amikor így átkerültem gimibe, akkor volt igazából nekem fontos az írás. Ezelőtt is írtam persze, de azok ilyen kezdetleges, nem tudom, próbálkozások voltak, és amikor átmentem gimibe, és sokkal jobban megismerkedtem az irodalommal, és úgy jobb társaságba kerültem, mert ilyen nagyon jó szellemi osztályba kerültem, és ott megtanultam együttműködést, megtanultam igazából köztük élni. És ezt nagyon köszönöm nekik. Az írás nekem nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy megtaláltam a magam kis úgymond meledékét, és hát kívánom mindannyiótoknak, hogy találjanak ilyet. Nekem ez egyfajta igen, igazából ilyen kommunikáció, vagy egy hely, ahova elmenekülhetek, és én is ilyen korban kb. Találkoztam úgy komolyabban az irodalommal, mikor átmentem. Mivel? Az én kérdésem az lenne, hogy magára az irodalomra vagy az írásra úgy tekintetek, mint egy tevékenységre, hobbira, vagy esetleg már ez a hivatásotokká vált, és mondjuk hol látnátok magatokat 10-20 év múlva ebben a szférában? Megint elhalalózási sorrendben hol az Nem feltétlenül, muszáj, de ha ragaszkodtok hozzá, akkor mehet. Akárjátok, ragaszkodhatunk érzésre. Claudia, kezd, törjük meg a sorrendet. Én mindenféle alkotásra igazából úgy tekintek, mint egyfajta meditációra talán. Tehát azokat a behatásokat, amiket az ember éri valahogy ki kell adnia. Azt hiszem, hogy a írók is és képzőszek is nagyon szerencsések ilyen téren, hogy megvan ez a dolog, amin keresztül kommunikálhatnak a világgal. Tehát olyan érzéseket is ki tudunk adni magunkból, amit mások nehezebben, azt hiszem. Tehát hobbi vagy hivatás? Ezt nem tudom megmondani. Nem, se nem hivatás, se nem hobbi. Életmód talán? Szenvedély? Igen, szenvedély, ez biztos. Zoli, hogy gondolod ezt? Jó, hát én nekem létforma. Én úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy én akkor is írok, mikor alszom. És ezt hogy csinálod? Hát mert fejbe dolgozik az ember mindig. Akkor tudod? Én is. Mondtam neked, hogy te is. Ha majd egyszer takartanszer az egészre, akkor úgyis az van, hogy ma nem tudsz más lenni, csak azt tudsz lenni, ami van. Tehát itt nincs hobbi, nincs hivatás, ez létforma. Tehát amikor pisilsz, írsz, vizet iszol, főzöl, meg írsz, akkor is író vagy. Tehát mindig író vagy. A receptes könyvet is írtál már? Tessék? Receptes könyvet is írtál nagyon már? Készülök egy receptes könyvet. Igen, nagyon készülök egy receptes könyvet. A legújabb regényemben számtalan recept is benne van, úgyhogy kell, működik a dolog. Nem. Mert hol képzeljük el magunkat? 20-30 év múlva? Igen. De úgy ebben a szférában. Ja, én azt hittem, hogy nem díszsírhelyről beszéltek. Jaj, de szár! A varrosát szívesen fogadom, de nem kérek belőle. Nem tudom, nem ihatalrozzuk meg, hogy hova kerülünk, az olvasó hatalrozza meg, hogy hova kerülünk, szóval nem a te dolgod magadat behatalrolni, a könyv elmegy, az írás elmegy. Megírtad, kimentek ezzel dalon, nincs között hozzá. Tehát
nincs közünk az íróshoz onnantól fogva. Majd lesz valami, ha mindig volt. Barbie? Hát nekem ez még nem hivatalos. Inkább csak ilyen hobbi, de tökéletesen egyetértek mind a kettőjükkel, mert tényleg ugyanazt mondtak el, amit én is így gondoltam, tehát hogy ez teljesen egy kommunikáció, egy életforma, egy, ahogy mondtam előbb, egy menedék, ahova szívesen elmegyünk, egy nagyon erős hobbi, ami szintén, ami majdnem, hogy hozzánk nőtt, és hát egyszerűen szavakban nem tudom önteni, hogy nekem mit jelent. Én nagyon boldog vagyok, hogy erre rátaláltam, és hogy én hol látom magam, ez még egy jó kérdés, hogy én hol látom. No Birdie, no Barbie, no Birdie. Messze nyugodtan. Jó, hogy ez ne panaszkodj. Nem, igazából én nem tudom, mi fog történni. Nagyon bízok benne, hogy továbbra is tudok majd foglalkozni az írással, és hát hagyom, hogy a dolgok megtörténjenek velem, mert hát sodródok az arra még egyelőre. De tehát szeretnéd folytatni? Ez biztos, igen. Igen. Hát aki olvasta a regényét, ha ezt elmondhatom, például én, nem tudom, hogy van-e köztünk ülők között még valaki, aki olvasta, nagyon remélem, hogy van, vagy ha nincs, akkor ezek után mindenféleképpen hozzányúl a Barbie regényéhez és elolvassa. Mondjuk el a címét. Egy majdnem love story. Egy majdnem love story a címe. Szóval én, aki olvastam, én abszolút ezt tudom neked ajánlani, hogy semmiféleképpen ne hagyj fel az írással. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez volt a válaszod, hogy nem szeretnél vele felhagyni. Volt-e a környezetetekben valaki, vagy valamilyen pillanat, momentum, ami arra motivált titeket, vagy inkább konkrét példakép, hogy elkezdjétek írni? Tehát mindenkinek van példaképe, hogy most arra gondolunk, hogy bármit csinál az ember sportol, vagy bármilyen tevékenységnek, hódol, vagy hobbinak, mindenki választ magának valamilyen példaképet, akire felnéz, és aki után, aki ilyen húzóerő is megy utána. Nektek van ilyen, vagy volt ilyen az életetekben? Aki szeretne, szólaljon meg. Jó kérdés, hát az igazság, hogy mindig az a példaképet, akit éppen olvasó, akire éppen ról vagy kapva. Aki én Barci Pista baroltam egyébben nyugodjék békébe, azt mondta, hogy ma neked nem kéne megtanulni egyetlen egy verset sem memoriterként fejből, tehát úgyhogy most fölmondásra, berögződjön az agyadba a szöveg, mert hatossal van arra, amit írsz. Tehát inkább ne tanulj meg memoritereket, mert akkor abban a stílusban kezdesz el írni. Mindig kedvenc volt. Akit tanultunk, épp ez volt a kedvenc. Akkor, mikor kinyitotta a kaput, hogy azért azon is túl van még költő, meg író, meg szerző, meg ramzudította a több tízezres könyvtorrót a Pista, hát akkor megrettentem, hogy édes jó Istenem, ekkora széles nagy a perspektíva, ekkora a kínálat, hogy hol fogok én ezen a palettón elférni, mi lesz én belőlem, el is ment az önbizalmam rögtön. És még abban az időben, hogy amikor te ismerkedtél az 13-14 éves koromban, igen, az akkoriban volt, akkor nagyon jókat söröztünk a dzsungel nevezetű kocsmában kint a Zoltonkertben, akkor még Pistei volt, amikor ma nem volt, akkor ma nem volt olyan frappans a dolog. Amikor még kivott, akkor nagyon jókat, Dúdor Pista, meg ezek fordultak ott, meg egész jó csapat voltunk, úgy én taknyosként 13-14 évesen ezekkel úgy söröztél, fú, hát azért gondolj bele. A legendákkal együtt sörözni. És akkor Pista sok mindent elmondott így két sör, meg két rum között, hogy kell ezt az egészet venni. És azt élni kell az egészet. Ennyi, élni kell. Nem egy misztifikált dolog ez. Éled az egészet. Mondtuk az. Benne vagy, azt csinálod. Példakép? Hát azért mondom, hogy mindig az aktuális példakép a példakép. Akkor nincs egy konkrét, akit úgy ki lehetne. Akkor kedvenc, így, akkor nagyon... El lehetne sorolni a 21. meg a 20. század irodalmat, nem tudom. Most éppen ezért Petri Györgyöt szeretem, meg Parti Nagyot. De tegnap előtt például Lac Fiancsit szerettem. vagy a Szúnyog Zsuzsot, Betés Kristót is nagyon szeretem. Gyorsan váltod a... Többek között. Mikor nem részeg, meg jól viselkedik, már arra szeretem. Verség kiváló a kérdés. Kiváló. Még nem törik ki a bokajot, azt este 10-kor jön hozzám, kössem be. Ezekre a sztorikra majd még visszatérünk. De tényleg szeretném különben figyelni. Példaképpen nekem sincs. Ugyanaz van, azt hiszem, amit az Oli is elmondott, hogyha valakit olvassa, akkor nagyon ráhangolt. Tehát nekem is sokszor van, hogy gondolataimat abban a ritmusban vagy hangulatban gondolom,
amit éppen olvasok. Persze kedvenc költőim és íróim nekem is vannak, de hát, hogy azokat most elkezdeni sorolni, teljesen felesleges lenne. Szerintem ez inspirációnak, hogy a közönség tudja meg, hogy... Az egyik én vagyok. Jó, az egyik. Ezt gondoltuk. A Vaska Hizsnyai Bandi. Ő az egyik, nem? Ő az egyik. Na, ő az egyik. Én csak a másik vagyok. Tudtam még, hogy valamivel. Mit tudom én... Bárki, ami ezt... Hirtelen Pessoa jutott eszembe, de azért jutott eszembe, mert belőle írom a számunkámat. Igen, most őt szeretem. Vagy Csúszó Sándor. Az jó sokat magába foglal. Az nagy arc. Aki ilyen nagyon nagy női modell volt előttem, akit így nagyon megszerettem pár évvel, az a Viszló Szymborská volt. Ah, nem tudok kiket mondani. Szilvia Platot is mondhatom, azt mondtad. Megengedi? Igen, őt is szeretem. Igen. Bár te kicsit más szférában mozogsz. Én kicsit, nem vers, igen. Hogy teljesen mást mondják, nekem sincs példaképem. Nem is gondoltuk. Hát ezek a költők is írnak nagyon egyformák. Valamikben, megvan az a gén lehetséges. Hát lehet. Én amikor így olvasok, én verseket nem igazán szoktam, én inkább ilyen próza beállítottságú vagyok, de amikor elvasok könyvet, és ez tetszik, és azután mondjuk írok, akkor én nem veszem át az ő stílusát, úgy értem, hogy nem kezdek el úgy írni, mint ő. Én itt teljesen, hál' Istennek, meg tudok maradni úgy saját magamnak, mert akkor nagyon nagy összevisszaság lenne. És legjobban, akivel így párhuzamba tudom venni az én gondolatmenetemet, az Camus. Tőle olvastam a Bukást, és ahogy így olvastam a sorokat sorba-sorba, és ilyen azt éreztem, hogy hát ez az ember nagyon tudott valamit, pedig nem a 21. században élt, és úgy teljesen meglepett, hogy mekkora nagy életigazságokat tud leírni, mert én inkább ilyen realista szempontból, tehát nem idealizálok, és nem ő sem... Nem Paulo Coelho. És én nem tudom, nekem az nagyon megtetszett, hogy ő sem tökéletesítve ír, hanem így ilyen, hát igazából ilyen társadalomkritika, a való élet. Nem kell semmit sem szépíteni, ha egyszer nem az. De nekem ez Camus, mert nagymester. Te korábbiabban elhangzott Claudiától, hogy a fiatal írók közössége, uh-huh. ugye? Vagy köre. Igen, erről, az már nem tudom, létezik-e még. Erről tudnál egy kicsit bővebbe beszélni, mert nem biztos, hogy mindenki az itt ülők közül hallott róla, illetve már Zoli szerintem hozzá tud szólni. A Smithnek, a Szlovák Írók Társaságának van egy, tehát van egy ilyen... Ifjúsági tagozat. Igen, fiatal költőket és írókat nevelő... tevékenységet, táborokat szervez, ilyen hétvégi foglalkozásokat, mentoraink vannak, az Oli is ott mentor. És mi akkoriban pár évvel ezelőtt megalapítottuk a fiatal írók körét, most már sokan nem is vagyunk a tagjai. Hát, hogy mit lett róla? Bármilyen eszedbe, ami élmény. Van a Pegazus alkotói pályázat, ami minden évben, amit minden évben meghirdetnek, és ennek tulajdonképpen az a célja, hogy teret adni azoknak a fiatal tehetségeknek középiskolás kortól kezdve 14-től x évig, akik az irodalommal egyoldalon akarnak foglalkozni. A fiatal írókörre aztán ezekből a fiatalokból rakódik össze, aztán valaki megmarad, van, aki kiszóródik, van, aki más felé szerveződik, alakul csutak, Csúcsó Sándor Tudományos Akadémia, alakul másik, Márai Sándor írókör, szóval minden alakul formálódik. Olyan dolog, hogy mi belökjük őket, ők meg majd mennek a maguk pajaján. Ez a dolga az idősebb generációnak, ami a miénknek. Ez egy ugródeszka igazából. Így van, egy ugródeszka. Mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy itt milyen lehetőségei vannak azoknak a fiataloknak, akik a költészettel vagy az írással kezdenek el foglalkozni, és hogy a szakma mennyire díjazza, vagy mennyire engedi be a tehetségeket, mennyire figyel fel rájuk. Hát azt hiszem, hogy az én labdom. Én vagyok a vének között, úgyhogy mennyire figyelünk fel. Mondjátok ma még őszintén, melyik ez a vállalkozó, melyik ez a marha vállalkozó, aki magának konkurenciót nevel? Nincs ez a vállalkozó. Mi nem értünk mi még pont azt csinálunk, mi magunknak csinálunk, neveljük ki a konkurenciót. Van négy irodalmi lap ebben az országban, az Irodalmi Szemre, a Kaligram, a Szőröskő, meg az Opus. Ezek irodalmi lapok. És ezen túl még mindenféle fajta újságok közölnek le irodalmat.
kisebb-nagyobb sikerrel, vagy kisebb-nagyobb terítéssel. Na, ha az írók elkezdik kinevelni a fiatalokat, akkor ezeknek előutó teret kell adni. Tehát megjelenési teret kell adni. Akkor honnan veszed el a teret? Magadtól veszed el a teret. Akkor nem te jelensz meg. No, de hát éppen ez a büszkeségben, hogyha valami jót felfedezel, valami nagyon jót megtalálsz, és kialsz érte, te vagy a mentora, te viszed végig a kezdeti gyerekbetegségeken, és akkor a végén lesz belőle egy Pegazus díjas. Hosszú fejezet az életrajzban. Aranyopusz díjas, vagy Pegazus díjas, vagy mit tudom én milyen díjas, vagy nyugdíjas. Valami lesz aztán belőle elő vagy utóbb, érted? Na de amikor te ott vagy, balbaskoz körülött, és lesz belőle valami, akkor azt te is büszkévé tesz. És aztán az van, hogy azért mi küldjük őket Magyarország felé is, mert ott van a József Attila kör, ott is van egy fiatal írók tábora, meg mit tudom én mi van. Hogy a kapcsolatok működnek, de ez a mi dolgunk, nem kell irigyelni. Gyakorlatilag egy kicsit szervezettebben működik, mint annó a te időben, amikor... Az én időmben nagyon szervezetten és nagyon jól működött, csak akkor ez egy föld alatti mozgalomnak lehetett mondani, ez iródia volt az, de nem volt ennyi közlési lehetőség. Igen, igen. Tehát akkoriban volt az irodalmi szemle, az kús. Szóval meg a partlap volt az új szó, az jó reggelt, ennyi, vagy a vasárnapi új szó, mi Csékabé, Kabé, 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 mi mit tudom én milyen titulusokra, fönn filoproletarja, közösüljetek, minden volt, érted, csak éppen irodalom nem volt benne. Úgyhogy ennyivel van ennyi. Úgyhogy most már azért, hogy van 4 irodalmi lap, meg internet, csókolom, ott annyi vers oldal van, hogy csak győzném tölteni. Hát most már nem van nagy gond közölni. Tehát a mi időnkben sokkal rosszabb. 110 oltán összes ráfér egy USB kulcsra. Egy 8 gigásra találom. Ez nem rossz amúgy látni, hogy itt vagyok. Nézd, az egész filórgyalomnak a súlya elektronikus bitekbe szalmítva nincs több, mint 20 detalt. Akkor mi az egész? Miről beszélünk érte? Szalm volt ki, tényleg összeértek. Gondolj be, hogy bemész az egyetemi könyvtorba, ott van 2,5 millió kötet, azt mondod, de soha az életben nemet elolvasni, és végül is fel lehet jogsz egy olyan hanghordó, vagy olyan adathordozó, amit elviszel a zsebedbe. Akkor most ezen nem kell lamentolni, ez ilyen dolog. Berbi, ez a kérdés téged szerintem pont a másik oldalról érint, ugye, ha Zoli a mentor, akkor te mondjuk vegyük úgy a mentorral. És neked elég friss még ez az élmény, neked most született meg nemrég a regényet, ezzel díjat nyertél rád, hogy reagált a környezet? Rám a környezet? Tehát felismernek az utcán ezek után? Fotózkodnak veled? Nem, dehogy. Nem, hát igazából én ezt így nem jöttem most be az osztályba, hogy most nyertem, most dicséretek, én nem. Várjuk be, te eltitkoltad. Nem eltitkoltam, hanem most nem tudom, én ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy bemegyek, és akkor most hogy hozzám témába, és egyáltalán minek hozzám témába, mert ez ilyen iskolán kívüli szerint, és ezt nem tartottam olyan már fontosnak, egy pályázatot, hogy én most megnyertem, hát... Nem tudom, nekem ez együtt nem volt fontos. És akkor Károlyi tanárnő, az egyik magyar szakos tanárnőm, ő írta az ajánló levelet, mert a pályázathoz az kellett. És akkor hát nyilvánvaló, hogy neki kellett a válaszod, na és ha majd egyszer megírtam, akkor most hanyadik helyet írtél le. És megírtam neki e-mailben, hogy az első helyezettet. Második nap már szerintem az egész tanári tudta. És az osztályfőnökünk egyik órán bejött, és akkor úgy rám, nem hogy rám förmet, így, hogy nem tudom, igen, hogy szinte felkiáltott, hogy hát te meg nyertél, de miért nem mondtál? És akkor én néztem rá, hogy te honnan tudod, másrészt pedig, hogy ez nem olyan dolog, amit én nagyon úgy szétmondanék. Hát végül is mekkora dolog az, hogy most valaki 18 évesen ír egy regényt, aztán nyer vele, nem? Hát nem tudom, én a regényre nem úgy nézek, hogy igen, írt egy regényt, ennyi meg ennyi oldal, hanem nekem ez az élet stílusom volt. Én ezt nem vártam érte semmi dicséretet, ha egyszer valamit az ember csinál, akkor nem tudom, ezt meg elég csinálja. Na, igen. És így az osztályom is így. Kicsit lefagyott, és akkor úgy elkezdtek így bombázni a kérdésekkel, hogy hányan, de mit nyertél, igen, az is volt köztük, meg hogy ez hogy, meg hogy de mi, szóval itt tisztára meglepődtek, és én is meglepődtem, hogy ők meglepődtek. De ilyen nagyon jó érzés volt, hogy nem csak ültek, és akkor így, hogy azt mutattak volna kifelé, hogy hát engem ez nem érdekel, jó, hogy csendben legyen már. Nem, tisztára kérdeztek, és ez nagyon-nagyon jó érzés volt.